Permetezésre indulnak a gazdák ebben a kísérleti repcetáblában. Minden fajtát más anyaggal kezelnek a legjobb hatás érdekében. Pócik István több mint 120 hektáron termeszt repcét, összesen 25 fajtát. Azt mondja, ideális esetben akár rekordtermés is lehet idén. A repcénél én általában óvatosan szoktam tervezni. 2,5 tonnát írtam be magamnak, de természetesen többet várok. Hát azért bent van most a 3,5 tonna is, talán még négy, nem merem mondani, de én inkább szeretek pozitívan tévedni. Ez a német fajta már most embermagasságú. A sokáig tartó hideg után hirtelen érkezett nyárias meleg miatt egy hét alatt 40-50 cm-t nőtt a repce. Most viszont nagy szükség lenne a csapadékra. Kemény a talaj, tehát sok eső kell neki. A szakemberek a rovarfertőzöttséget is vizsgálják a táblában. Szerencsére a repce kártevői csak kismértékben mutatkoznak. Fénybogárból már nagyon kevés van, egyet-egyet látunk, de ilyenkor, amikor virágzik a repce, nem okoz igazán kárt. Amelyik kártevő nagyobb kárt okozna, az a becsőorványos. A védekezésnél fontos szempont a méhkímélő technológia használata. Ha két növényenként egy becsőorványost találunk, akkor már gazdaságilag indokolható, hogy védekezzünk. Viszont itt külön oda kell figyelni arra, hogy csak olyan készítményeket szabad használni, amik méhekre nem veszélyes, illetve nem jelölős köteles besorolással rendelkeznek. Ebben a becőben, ami a repce termése, jól látszanak a becőgubacs szúnyog lárvái. Szerencsére itt kevés ilyet találtak a szakemberek, így ez a tábla a kártevők ellen megfelelő védettséggel rendelkezik.